Yo 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 A kotontó, kezd a hegető, toking, ami létezik, amit akarsz. Ide turistát nem járnak néha körülnézni? De nagyon néha járnak. Mert én hallottam, hogy ennek az udvarnak híre van. Hallott főnök? Hát olyan például, hogy a csita hozott valahonnét kiket, angolokat, vagy nem tudom miket, csak néztek, hogy ilyen létezik. Ilyen szegénység, ilyen gyönge valami. De belépőt kéne szedni. Hát minimum. Józsika szedi is. Hogy ez is egy etekapa. És ez és honnan ki, van? Mit? Honnan van ez? Hát ez tehát egy idős bácsié volt, ásott 3 méter gödröt, ez mert Pannonia motorról működött, és a lánctalpja volt neki. Elásta magát vagy 3 méterre, és itt nem mert oda menni, és érte csak fölrobbant az egész. Kihajította a földből úgy, hogy ez maradt belőle. És ezzel mit lehet még kezdeni? Ebben ez semmit megmaradt dísznek, régiségnek. Aha. A fiamnak. És ez itt a másik? Hát ez pedig egy lóvontatású vóna, de nem tudom, hogy hogy vághatsz el a hajtóművit ilyen rövidre. Látod? Etek apa! Honnan vannak neked ilyen régiségeid? Hát ahogy a vasat, ahogy gyűjtöm, hozzák. Mivel indulsz gyűjteni? Motorral vagy traktorral? Traktorral, motorral, futóval. Na, akkor ilyesmiket nézzünk még, ami ilyen régiség. Mi van még itt érdekes? Hát most mondjuk, ez volt egy nagyon érdekes. A kályhákat ne nézd, mert besüllyedt nem gyűjti mégse senki. Úgy volt, hogy ilyen szegényeknek gyűjtök egy-két kályhát, néha érted, egy 500-as eladom vagy valami. Ez is most elő lesz majd véve. Mennyi idős motor ez? Hát ez most veteránosítani akartam, 45 nincs egészen. Olyan 48 körülbelül. Mi a baja? Mi miatt nem működik? A szegénység miatt. Nagy a biztosítás, az adó. A motor különben üzemképes, akkumulátor köl bele, és a születi felvonulásra ezt beindítottuk, csak valami oknál fogvást nem vitték be. Most éppen mit csinálsz? Most pont most villanyórát szerezték. Pestről szoktuk kapni a villanyórát. Ez is a szegénység miatt. A szőlő nem sok mindent ért. Ebben szedem szét a csavarcsomót. A gyereknek nem nagyon tetszik a fiamnak. És mit lehet ebből eladni? Hát ebből kiszedem az alut, a sárgát, a vaslemezt. Pont most várjuk a nagy rettentő nagy mértelepöt, a Jufervétét halasról. Csak nem tudom, hogy miért nem ért már ide. Itt kéne neki lenni pont. Nézd meg, egyetlen csavart nem lehet vele kicsavarni. Kézzel nem lenne egyszerűbb? De kézzel is egyszerűbb, csak akkor nagyon sokat dolgozok vele. Jobb, hogyha vala motorossal csinálom. Érted? Az a baj, hogy nagyon nagy Babra Matyi munka. Tehát nagyon sokat dolgozunk vele. Tehát sokat dolgozunk. Mi a baj ezeknek a villanyóra? Hát ez mind agyonra van már szerelve, érted? Ezt az élmű, ezt agyonra szerelte. Na most itt vannak a... Például gyűjtöm őket, hogy a nép mivel huncutkodik. Ide tesznek filmet, ilyen fényképező filmet, söprűt, olmot, légpuskagolyót. És akkor megáll? Nem, lassabban forog. Befestik, kicsi motor, annyi sok trükk van. Biztos, hogy egy 20 fajta trükköt találtam már, amivel megállítsa. Ha te kimész ott a földön, látszéd el a filmet például, az is abból való. János Vitéznek az egész. Nem látod a Marúse? Körülnézek, ott jó? Alul. A János Vitéznek egy egész filmit beletöttek a
Bármint mesefilmet? Mint mesefilmet. Akkor gondol... legalább volt mit nézni a gyerekeknek ott. Te gondoltad, hogy fél napig azt nézték. Ati, nem láttad a filmet valahol. Na mindegy, ülj csak le, Béla bárcsi. És akkor ezek közül a trükkök közül te melyikeket alkalmazod, amiket... Amelyiket alkalmazom? Melyiket? Egyiket se nem merem alkalmazni. Járnak néha ellenőrizni? Járnak bizony Szegedről pont az Ermőtől. És mit találtak eddig? Nagyon rendesek voltak, semmi különös. Te nem szabad ezt csinálni. Nem találod meg a filmet? Nem én, hát a gyerekeid nézik, hogy találnám meg? Valahol itt kell lenni a földön egy darab filmnek. Na látod? A csavarokat, itt vannak például ebbe az edénybe a csavarok, ezt neki szoktam adni a faludi Józsónak, villanyszerelő kiszedi ezeket a csavarokat beüle. Aha. Van ilyen tanuló gyerek, avval is tanul. Érted? És ezt pedig, hát a mágnest verem ki belőle. Tehát dobom át egy ilyen olyan edénybe, ami nem fogja a... Látod, mint ez is például. Akkor mit csinál? Mit a mágnes, ez az elműnek szigorúan kell. 500 forintot ad kilójáért. Aha. Csak hát ez olyan, mint az arany. Nagyon-nagyon kevés van. Ez a lelke az órának. Így gyűjtem a mágnest. Látod? És pontosan mik ezek, amik ezek? Ez mágnes. Ez az órának a mágnessa. Aha. Na most főnök, figyelj csak! Várjál csak, mit akartam kinyögni? Az, hogy van olyan, mert kül az olgás is. Van olyan, amik csak hidegvágóval bírok szétszedni, például ezt. Na most biztos a mágnesnál tart még. De csak nem rendőrség, tán, hogy nem keresik talán. Mit? A motyót. Valamit, hogy mit csinálok. Nem, nincs itt rendőrség. Hallod? Rendőrök nem nézik ezt a mostani műsort. Azt nem, hát nem, a fenét halason. Te nem ismered a halasiakat, te tudod, miket csinálok? Trükköket egymással? Hát te, tudtam, nagyon, nagyon is a laktanyákba furcsa dolgokat csinál. Látod? Hát az például az a véleményen, hogy legelőször, mikor kezdődtek ezek a kurvák, pont kimegyek, azt mondja az egyik lány, adjam oda a 2000-et gyorsan. De ugyan, miért? Én se tudtam, mert járatlan voltam. Odaadtam a 2000-et, délután 2 órától este felég várakoztam. Azóta se láttam a nőt. De hol várakoztál? Ott az hát út mellett? Hát a Katüviné. Ahova mondta, hogy itt várjak. Azóta se láttam. Se a pénzt, se a nőt. Ennyi volt. De hát vannak ott másmilyenek. Menj oda egy másikhoz, hogy itt valamelyiknek adtál 2000-et. Azóta nem lehet látni egyet se. Hát vannak ott. Ezt nyugodtan érted. Valahova elbújnak. 50 méterre az erdőbe bent, és ott meg nem lehet látni semmit. De hát motorral bebírnál menni az De erdőt. Hát nem látod, hogy hol a nincs meg a vad. Milyen érzés egy ilyen közismert, nagy gyűjtő ezermester emberrel élni? Jó. Az mit jelent, hogy jó? Naponta hányan jönnek hozzá ilyen önügyben? Hát jönnek sokan. Mi a kedvenc étele Béla bácsinak? Jó, nyugodtan mondd csak meg. Hát mi a kedvenc étele? Nem baj, ha gyúkot vágsz, kis csirkét, megsütve, kirántva. Kacsa. Hány gyermeked van? Mert mindig csak a legkisebbeket látom, ott az oldalkocsikból kandikálnak. Hát az újakat, az apraját. Az apraját, és a nagyja? Hát a nagyja az már szétszélettek. De mennyi idősek a nagyok? Hát 18-19 éves az egyik, most akart menni katonának. Csak nem akart mégsem menni. És akkor nem vitték be. Feleséged? Halasi. A mostanit kérdöd, vagy a régit? Hát mindegyiket, sorrendben. Hát a régi az egyszerűen fogta magát,
egy penge napon elvágt tőlem, még a zuhanyt is szétcsapkatták. 30 centis víz állt a lakásba este, azt hittem, hogy nem én vagyok. Nagy mintaházasság azelőtt, és ettől csak magam maradtam, mind az ujjam. De mi volt a problémája? A probléma? Ja, nagyon pici volt a farkam, biztos. Na hát ez nem... Hallod? Csak ezt az egyet tudom oknak fölhozni. Mekkora szőlejük van? Hát nagy. Hát van munka. Igen. Milyen munkák vannak? Hát kötözés. Akkor hurolás. És nem kellene egy ló itt a gazdaságba? Nem kellene egy ló a gazdaságba? De. Miért nincs? Mit? Nagyon ütötte. De hallottam arról is, hogy volt egy lovat. Ja, a lovat, majd a fényképet, azt majd... Megnézzük a fényképet, de hogy mi lett ezzel a lóval? Mert én hallottam valamit, de először te mondd el, hogy volt, utána majd én is elmondom, hogy mit hallottam. Hát olyan volt, hogy a feleségemmel vettük egy Luca Pál nevezető... Kiskörösi ember. Bácsitól, mondom, hogy kiskörös. A ló mindig cigányok lovas kocsija után volt kötve. Igen. És tehát... A kint az életben nem tudott si előre, se le, se föl, se hátra, se merre menni. Csak ha utána volt kötve valami. Csak ha utána volt a lovaskocsinak kötve. A szőlőbe voltam, egyszerűen megállt, se előre, se jobbra, se hátra. De azelőtt a Vágóhídnál, itt Vadkerten, a vasúti sínen is megállt körözben, na mondom, itt foglak agyon csapni. Akkor onnél csaklitótuk a lovaskocsit, közbe gyütt a vonat. Akkor itt a temetőnél megállt két sor kamion, egyik a temetőnél, másik a keverőnél, onnét is a körözbe megállt az úton. Jó van, a csak elindult, utána egyszer kim voltam a szőlőbe, és egy lázdarabbal úgy fejbe vágtam, hogy abban a pillanatban megdöglött. Igen, és így tudom, tovább. Így tudod, nagyon nagy gond volt a ebből, bementem az állatorvoson, azt mondja Piszmán úr, a ló biztos fertőzött, azonnal el kell tüntetni. Nagyon szegények voltunk, nem akartam a soltiaknak szólni, hát mondom, mások egy gödröt neki. Ástam egy jó nagy gödröt, aló, mert fönn volt a dombon, mérisgéltem egy tolostokkal, hogy biztos beleférjétől, csak belesett a ló mellém. Igen ám, de az volt a baj, hogy fel a lába kilógott. Akkor ott annak úgy, bú, még egy gödröt kellett ásnom, hát a rest kétszer fárad. Én úgy tudom, hogy fűrészre elvágtad a lábait, és akkor külön eltemetted. Hát, mendemondát talált ki a nép. Tehát akkor a fűrészelés nem igaz? A fűrészelés nem igaz. Azóta is kilóg egy darab lóláb. Rá van egy fa két éve keresztbe, itt nyugszik 100 000 forint. Annyiba került a ló? Annyiba. Ez az együttés. De azóta nincsen már lovad? Nincs. Elég volt. Elég. Mi a véleménye Piszmán Béláról? Hogy ismeri őt? Hát ismerem már gyerekkora óta, együtt legénykedtünk jóformán. Úgyhogy apját, anyját ismerem. Milyen volt ő legénynek? Hát jó gyerek volt. Vagány. Miért kedvelik őt Vadkerten? Mi az a jellemvonása, ami miatt úgy mindenki, ha nem is elismeréssel, de úgy valami gondolatot formál róla? Hát arról, hogy hát mindenki jópofa tud lenni, senkivel nem tud összeveszni. Ennyit tudok rámondani, hát mindenki ő van szava. Mindenki közt mennünk beszélni. Nyolci. Micsoda? Lata, próbáld csak meg tolni, nehogy még el is találjak esni vele. Nem. Köszik? Nem esett el. Nem a fenét. Ilyen időben. Segítek én is, jó? Thank you.
Mi lett a bankjegygyűjteménye, pénzgyűjteménye? A bankjegygyűjteményemet egy kiskunhalasi patkány nevezetű figura ellopta. Pár évvel ezelőtt, de mindent. Úgyhogy csak ez maradt a ládába. A saját kutyával nyitotta ki. És most mi maradt? Most mi maradt? A szőrös bukszába tartogatok egy nagyon régi kis pénzt például, amit saját magam csináltam. Milyen pénzed? Mit ábrázol? Ez érmecske. Pannonhalmára csináltuk és egyet elcsentem magamnak. Ezüstbű van. Zsolt nem volt otthon a karácsonyi Zsolt és csináltam magamnak. Kettőt. Ennyi az egész. Hosszankról hoztunk egy hatalmas nagy disznót, hát egy kandisznót. Mondja édesapám, hogy le kellene vágni majd a disznót, de hát mondom neki először kikő herétetni az orvossal. Szólok az orvosnak, a bubódokinak, mondom főnök, gyere jel, ugorj el, kikő herélni a disznót. Jó van, azt mondja, hogy megcsináljuk, egyik röggel legyen itt ember. Megcsináltuk, kilőtt heréve a disznó, pont az asszony szülni volt a tudtam nélkül. Mondom, a tojá az egyik tökből készítek magamnak egy jó reggelit. Főforraltam a nagy tököt, nagy kiabáltam minden, nagy tojás, nagy vörös hagyma, elkészítettem a tököt. Hát jó van, jó laktam. Feleségem mondom, nem volt itton, szülni volt pont a tudtam nélkül, halason. Hát egy hétig nagyon megkeményödött a hasam, nem kellett mennem sépisálni, sévécére menni, semmi. Elmélyek az orvoson, az állatorvoshoz, mert ugye hát állateredetű bajom volt. Mondom neki, doktor úr, nagyon nagy gond. Vagy azt mondja, tudom, biztos mögötted a disznótököt. Hát mondom, persze mögöttem a tököt. Jó van, írok mindjárt föl neked valami gyógyszert. Fölírt. Két vényt, bementem a gyógyszertárba, gyorsan kiváltom, azt mondja a néni, hogy most nem adja ki, de hát mondom, itt a beteg, azonnal adja ki a gyógyszert. Kiadták a gyógyszert, az volt a nagyon nagy baj, hogy ilyen kúpa lakú gyógyszer volt. Átszaladtam rögtön a fenstermamához, az öregasszony még élt, akkor mondom, mama, mit csináljak? Hát ha bekapom a gyógyszert, megfulladok, hát tehát azt mondja, ezt a feneket be kell bedugni. Hát jó van, bedugtam a gyógyszert. Körülbelül egy 3-4 óra hossza múlva meghozta a hatást a gyógyszer. Rá egy pár hónap múlva megbetegedtek a malacaim. Szaladok megint az orvosat, Piszmán úr, nem írtam én magának föl gyógyszert. Visszarohanok, mondom, dehogy nem. Jó volt a gyógyszer malacnak is, meg embernek is. Hát olyan volt, hogy eltartottam egy öreg bácsit. Szegény nem bírt már menni. Imádott borotfálkozni, mert mindig ilyen használt pengével borotfálkozott, az csípta legjobban, meg fürdeni nem szeretett. Hát jó van, egyszer szaladok be, viszem neki a nagy szalonnát, hát nézem, nem mozdul az idős. Szaladok rögtön a tanácson, paphon, orvoshoz, minden rohannak ki, hát meg volt az idős halva. Azt mondja az orvos, Piszmán úr, a papa fertőzött, azonnal el kell tüntetni. Hát mondom, mit csináljak, gyorsan az oldalkocsis BMW-re tettem egy ajtót, rá Ladikra az ajtót, föl a papát. Először kiszaladtam gyorsan koporsójé, mondom a bácsinak, kő nekem egy koporsó. Hát azt mondja, fiam, nem probléma, már vittem is a motorral a koporsót, igen ám, hazaérök, csak fél koporsó volt, nem volt meg a teteje. Visszaszaladok, akkor meg szegény bajusznács Jani bácsi volt a rendőr,
Leállít, azt mondja, piszmánul mit keres? Hát mondom, elvesztettem a koporsónak felit. Nézem ott a mindenütt, megnézem a piaszti, hát nem szórtam el. Rohanok, vissza, azt mondja, uram, ne jegyjön meg, most írom. Hát mondom, egy kicsit jobban csipögesse magát, mert a bácsi, mondom, fertőzött, ekkor azonnal tüntetnem. Hazaszaladok. Jó van, lecsinálom a koporsót, föl a papát, viszem ki a nagy temetőbe. Fölállok a dombra, igen ám, de nem volt a sírgödör elintézve. Beszaladok a paphoz, a halottat letöttem az ajtóba, mondom, nem lopják el úgyse az időst. Beszaladok a paphoz, akkor még a kerek Feri bácsi volt a pap. Mi a baj, fiam? Mondom, nagyon nagy gond van, ugorjon a hátam mögé. Ugrik a hátam mögé, rögtön nem tudta, hogy mi az. Jaj, hát azt mondja, nem a nagy baj ez, fiam, azt mondja, ez a legtermészetesebb. Megmutatta, hol kell lásni a gödröt, akkor még a Simsik Karcsi bácsék ásták, jó részögök voltak mindig. Gondoltam magamba, kiásom én magam a sírt. Igen ám, elkezdtem lapátolni röggel, nekifogtam. Borzalmas nagy gödröt ástam, mert mindig beszakadt. Jó van, ettől csak kész lett, azt mondja édesapám, hogy kell szörözni négy embert, aki hát majd viszi. A viszi, majd ki, hát mondom, nem probléma, elszaladok a kocsmába, mindjárt hozok négy embert. Hát úgy is lett. Volt négy ember, de még nagyon nagy gond volt, mert nem volt, aki sírjon majd, mert nem nagyon sajnálta az öregöt senki. Éppen itthon voltak az unokák, vagy hatan. Mondom nekik, gyerekek, készítök nektek egy-egy zsebkendőt. Azt betrisóztam, berős paprikáztam, besóztam, mondom nekik, ha rátok nézek a temetőbe, akkor kő majd sírni. A gyerekek högyözték a fülüket, mögöttem a jelet. A gyerekek elkezdtek ríni, ordítozni, trüsszögni. Hát ugye a zsebkendőtől, az erős paprikától, meg a sótól, meg minden csípta, meg trisó is volt a zsebkendőbe szórva. Jó van, megértettük a temetést, azt mondja apám, fiam, a négy embert ki kell fizetni, mert azok pénzes emberek. Ja, először azt kérdi a négy ember, hogy milyen zsíros a paraszt. Az itt támogatjár, mondom, csak 36 kiló négyegyetök mögők, a pénzre gondoltak. Hát adok nekik egy 20 forintost, nézögetik a nap felé a 20-ast, hát mondom, négy felé osszák, egy-egy sört még megbírnak inni. Ahogy a 20-ast, ahogy nézögették, én meg eltűntem, azóta se láttam a négy embert. Hát ennyi. Hát ilyen mind itt van, ilyen nincs, sehol a világon. Én állítom. Ilyen kuplerány. Szóval van itt minden. Van.